Itt Tóth Kálmán, Puskás és az Aranycsapat diadalé könyv szerzője, ma 2015. augusztus 12-én elhunyt Puskás Ferencné, Hunyadvári Erzsébet, népszerű nevén Bözsi. Puskás Ferenc 2006-ban hunyt el. Bösi 1956. december 1-én lépte át a Anikóval Ausztriába. Itt az aranycsapat Párizsban készült, a angol-magyar előtt a Renault edzőmérkőzésén, itt látjuk Lóránt, Buzanski, Hidegkúti, Kocsis, Zakariás, Cibor, Bozsik, Budai, Lantos, Puskás és Grosics. Puskás Öcsi, 18 éves korában, 1945-ben, Első válogatott portréja, Ausztria ellen egy gót lőtt. És itt van Bösi. Lánykori fényképe. Bösi kézilabdás volt a kisbesben, amelyből lett a honvéd. 16 éves volt, mikor találkozott Puskás öcsivel. És 18 éves volt, mikor összeházasodtak, 1950-ben, Puskás pedig 23 éves volt, tehát 5 év különbség volt köztük. Ez a felállási sor az angol-magyaron Puskás, Grosics, Lóránt, Hidegkúti, Buzánszki, Lantos, Zakariás, Cibor, Bozsik, Budai és Kocsis. Itt vannak az arany feleségek. Itt van Bözsi, pont nem nagyon látjuk az arcát, mert mert úgy látszik, Puskán fülébe suttog. Ez szójukané, bányainé, ez Puskás né. Babolcsai, palicska nő, bozsikné és sziborné. Ez karácsony Madridban, ez 1959-es bécsi kép, aniko a lányuk, aniko 2011-ben hunyt el Spanyolországban. Hát ez. Ez lehet, hogy Bécsbe készült. Szintén. Ez viszont Madridban van. Karácsonyi kép. Vendégekkel. Itt már Anikó elég nagy, tehát madridi képről van szó. Bözsé. Puskás öcsi és Börzsi. Itt pedig Puskás látjuk Orbán Viktor miniszterelnökkel, ugyancsak a miniszterelnökkel. Itt pedig Szepesi Györgyel ját, látjuk Söröznek. Egy étteremben, itt egy puskás emlékmű leleplezésénél, elég hidegben leplezték le az emlékművet, meg kell hagyni, itt pedig még egy emlékmű leleplezésénél, itt pedig puskás Ferenc és Hunyadvári Erzsébet. Ezzel búcsúzom. Itt Tóth Kálmán, Puskás és az Aranycsapat diadalai könyv szerzője.